Sziasztok! A mai videó egy haul videó lesz, méghozzá a ruhás szerzeményemet szeretném veletek most megosztani, ugyanis összegyűlt jó pár. Szeretném kihangsúlyozni megint, hogy ez nem egy vásárlás eredménye, vagy nem egy heti vásárlás eredménye, hanem több hónapnyi. Nem kell megijedni. Nem is tudom, az első ruhadarabot ebből szerintem még október körül rendelhettem, úgyhogy azóta gyűlik. Nincs semmilyen sorrend, és hát márkák szerint fogom szétválogatni őket, azért nézek erre, meg mutatok ide, mert itt van egy, hát jó, azért annyira nem nagy kupasz, de egy kis halom ruha. Tehát márkánként fogok haladni, és akkor kezdjük is el. Van 3 darab kutyaruha is, amit szintén szeretnék megmutatni nektek, és majd Ellie-be is mutatja felpróbálva őket, mint ahogy én is szoktam. Először is van itt egy ilyen mikulásos kutyaruha, ami elképesztő cuki, nem tudtuk nem megvenni neki. Én tökre örvendeztetem ezt, hogy az Agendem, Houndem, tök mindegy kiagyejti, elkezdett kutyaruhákkal is foglalkozni. Tök jó dolgokat lehet kifogni náluk, úgyhogy ez például egy nagyon-nagyon aranyos kis ruci szerintem, amit minden évben újra fel fogunk tudni használni. Jó, nyilván nem egész év alatt, de minden télen mosolyt fog csalni az arcunkra. A következő, az pedig egy teljesen sima ilyen bézs pulóver gyakorlatilag, a Yale Y-ja van rajta, és ezt egyébként emberi pulóverbe is meg lehet szerezni, és akkor mecsi-mecsik vagytok a kutyátokkal. Hát nekünk elég volt kutyusos formában beszerezni. Tök puha egyébként belül, nem mondom, hogy nagyon-nagyon meleg, de amúgy Ellie-nek, hogyha már majd megnőm a szőre, mert most kiderült, hogy csirkeallergiás, szóval azért van valószínűleg ilyen kis kevéske meg rövidke szőre a fajtájához képest, akkor bőven elég lesz ennyi, sőt, talán akkor majd már nem is kell. Azért vettük egyébként ezeket, mert most ezzel a szőrzettel, ami jelenleg van neki az allergia miatt, eléggé fázós azért. És hát végül egy ilyen kapucnis szürke, szintén Yale feliratú kis kutyapulcsi landolt még nálunk. Hát ez már kissé piszkos, ugye? A bézs is, de az csak alul, ez már mindenhol, mert legtöbbet igazából ez van rajta, mert ez védi a legtöbb helyen, mert ennek hosszabb az ujja. Egyébként egész jól bírja ezeket a ruhákat. Nem mondom azt, hogy a kedvence, amikor rajta van, de abszolút elfeledkezik róluk, és tök jól tud bennük szórakozni, játszani a többi kutyával. Ja igen, mindent egyébként akciósan vásároltam, mint mindig. Szóval nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy én valamit teljes áron veszek meg. És akkor, amit magamnak rendeltem az Agendemtől, az egy mellény, SS méretben, ez a puffy, kord anyagú, krém színű mellény. Már nagyon régóta szerettem volna, de tök sokáig nem volt, ki volt fogyva, és akkor beállítottam ilyen értesítőt, hogy szóljon, ha esetleg van XS vagy SS méretbe, és az egyik nap szólt. Nem mindig kapok róla egyébként üzenetet ilyenkor, még akkor se, ha kérem. SS méretben az utolsó darabot meg tudtam szerezni, és egyébként azóta se volt több ebből, úgyhogy enyém az utolsó SS, bocsi, ha valaki más is szerette volna beszerezni. Egyébként tök jó meleg, ahhoz képest, hogy ilyen kicsi, ugye cropped mellényről van szó, de ki van bélelve, és az ilyen kevésbé hideg időkre tök jó volt téli idő alkalmával, amikor nem volt annyira hideg most idén télen, eddig legalábbis, és majd így, amikor megyünk át tavaszba, akkor is tök jó lesz meg az őszi időkre. Jó, nézzük a Zarát. A Zarából ez az egy dolgom van. Ez egy ilyen chevron mintás kötött pulóver. Ez a Zara Kids osztályáról van egyébként, 152-es méret, a 11-12 éveseknek való, ha valakit érdekel. Nekem nagyon megtetszett ez a pulóver, ugye egy picit ilyen kivágott V alakú nyaka van. Szerintem tök jól fel tud dobni egy basic. Miért jár ilyenkor a Family Frost? Na mindegy. Szerintem tök jól fel tud dobni egy ilyen basic outfitet is, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és előszeretettel hordom. Egészen meleg is, hiszen ugye kötött anyagból van. About You-ról rendeltem egy ilyen Nike pulóvert, ez L-es méret, de az L-es az tök jól passzol az elképzeléseimnek, mert ugye ez egy ilyen nagyon oversized pulóver, és akkor én itt az ujjait felhajtottam, szerintem így azért az én kis termetemhez sokkal jobb, és hát ez is ilyen csíkos és krém meg bézs színű, úgyhogy most nagyon ilyen krémes, bézses árnyalatú termékek lesznek egyébként. Azt hiszem 3000 forint volt, tök jó akár itthoni viseletre, de természetesen az utcára is simán felveszem, én imádom az ilyen oversized ruhákat. Mango márka ugyan, de About You-ról rendeltem ezt a rövid mommy jeans-t, ami megint csak ilyen
bízs színű. Ez egy 34-es méret egyébként, még rajta van a címke is, hiszen még nem volt alkalmam ugye hordani, de nyáron tök jó lesz szerintem. Ilyen bízs színű rövid nadrágom még nem volt, és én nagyon szeretem a bízst a feketével, meg a fehérrel. Maradjunk akkor a mangónál, ezt már a mangótól rendeltem, megint csak egy ilyen krém árnyalatú, elképesztően puha, cropped kardigán. Egy ilyenre is már nagyon régóta vágytam. Mivel cropped, ezért még annyira sokat azért nem hordtam. Erre az időszakra egy kicsit hideg, de volt már rajtam, és nagyon-nagyon szeretem. Tök jó így önmagában is, egy farmer nadrággal, de nyilván valami fölé is fel lehet venni, és tényleg elképesztően puha. Egyébként XXS-es méret van nekem, és ez tökéletes. Rendeltem Eminem merch-öt megint. Annó eredetileg, amikor legelőször rendeltem a webshopból, akkor ezt pólót szerettem volna, de nem volt, és valamelyik nap felmentem, hogy megnézem, hát ha érkezett belőle azóta utánpótlás, és igen, úgyhogy megrendeltem ezt a nagyon egyszerű pólót, amire rá van írva, hogy Hi, my name is Slim Shady. Nagyon-nagyon egyszerű, de nagyszerű póló, S-es méret egyébként, és hát még nem döntöttem el, hogy ilyen formában fogom hordani, vagy levágom majd crop topnak. Szerintem lehet, hogy inkább le fogom vágni. Van amúgy nőibe is ez, ami crop top kifejezetten ezzel a mintával, de annak a pólónak a minősége az nagyon rossz. Legalábbis így a képeken tökre átlátszónak látszott, tudjátok, az az ilyen vékony, ilyen rossz anyag, úgyhogy inkább a férfit rendeltem meg, és gondoltam, hogy majd akkor levágom magamnak. Egy nagyon nagy vágyam teljesült a következő ruhadarabbal, mert hogy én már nagyon régóta szeretnék, és próbálkozok is Lukavics Tamarától vásárolni bármi nemű ruhát. Úgyhogy sose sikerül, mert ugye minden ruha Tamarára van méretezve, ami teljesen érthető, viszont hát én nagyon alacsony vagyok. Úgyhogy eddig semmelyik, jó, persze nem próbáltam mindegyiket, de hogy semmelyik ruhadarabját nem tudtam megvásárolni, pedig többször is voltam ment nála, többször is rendeltem tőle, de mindig az lett a vége, hogy vissza kellett neki adnom. De hát kijött cropped pólókkal, aminél kizárt volt, hogy ne tudjam viselni, úgyhogy bátran berendeltem belőle. Ezek a limitált kiadású merák védelmét támogató pólókról van szó. Ez a nincs lehetetlen. És hát ez jó rám, ugyan nem mondom azt, hogy rajtam nagyon cropped, one size egyébként, tehát nincsen belőle méretezés, mint ahogy nagyon sok ruhánál van Tamaránál, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre nekem is van egy Basic by Tamara Lukavics ruhadarabom, és hát nem adom fel, próbálgatom majd, nagyon szeretem az ő stílusát, meg amit ő képvisel, és tök jó ruhákat tud kidobni a piacra, csak hát kicsi vagyok. De ennek nagyon örülök. És még egy jó ügyet is támogattam vele egyébként, mert hogy minden rózsaszín póló vásárlás esetén, hát bocsánat, most nem emlékszem pontosan, de utaltak valamilyen merrák ellen küzdő alapítványnak. És akkor jön az utolsó weboldal, az ASOS. Innen rendeltem amúgy is a legtöbb dolgot, illetve van egy termék, ami tegnap érkezett, úgyhogy azt most ki is fogom bontani, mert még nem bontottam ki, úgyhogy élőben láthatjátok majd a reakciómat. Van itt egy farmer nadrág a Topshop Petite szekciójáról, ez egy mom jeans, és ez a tökéletes nadrág az olyan alacsonyaknak, mint én. Végre találtam egy olyan nadrágot, ami valóban nem lóg túl a bokámon. Egy picit ezt is fel kell ugyan hajtani, de amúgy is így szoktam egyébként viselni a nadrágokat, tehát ezzel semmi problémám nincsen. Elképesztő jó anyaga van, tök minőségi, nekem tetszik a színe is, úgyhogy én ennek a nadrágnak nagyon-nagyon örülök. A következő az egy kabát, méghozzá egy North Face-es kabát, XS-es méretben. Ja, a nadrág az egyébként 25-ös csípőszélesség és 28-as szárhosszúságú volt. És ez a kabát nekem annyira megtetszett, hogy nem tudtam otthagyni, és még akciós is volt. Ez egy ilyen fekete és krém színű fél jacket. Ez is egy picikét cropped, nem nagyon, de azt hiszem fenék fölé ér kb. Nem téli kabát, tehát nem kifejezetten meleg, nincs is benne, bocsi, hogy most itt susogok vele, de hát próbálom mutogatni, de nincs is benne bélés, de hát természetesen a szél ellen viszont tök jól véd. És valóban, amikor ez volt rajtam ilyen ősszel, szeles időben, akkor kevésbé éreztem a szelet, tehát tényleg nem engedi át, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Az utolsó két termékhez érkeztünk akkor, az egyik az egy Monki márkájú, egyébként a Monkit már About You-n is el lehet érni, XXS-es overall,
aranyos kis, nem is tudom, ilyen lazac színben. Ez annyira tetszik nekem, mert ilyen nagyon könnyed állaga van, elképesztő kényelmes, nincsen kantárja, hanem ilyen kis megkötős megoldásra van. Szóval nagyon-nagyon kis aranyos és kényelmes nyári ruhadarabról van szó, és már nagyon várom, hogy hordhassam. Ezen fellendülve vásároltam meg ezt a terméket, ami szintén a Monki márkától van, és nagyon hasonló az előzőhöz. Igazából ugyanaz az elgondolás, csak más szín, és egy picit más azért a megvalósítás is. Tehát ez így néz neki. Ahogy látjátok, ez fekete. Egy picit erősebb anyaga van, de még mindig azért elég nyúzható. Ennek a mérete sima S-es, és ez kantáros. Ennyi különbség van igazából a kettő között. Azért vásároltam ebből S-es méretet, mert láttam a review-knál, hogy írták, hogy ugyan a Monkinál mindig megfelelő a méretezés, de itt mondjuk egy alapból XS-es méretű lány inkább M-es méretű terméket rendelt, mert hogy a modellen ilyen nagyon oversized volt, így lógott, és nekem is ezt tetszett meg egyébként benne, és írta, hogyha valaki azt szeretné, hogy úgy álljon rajta, mint a képen, akkor inkább ilyen két mérettel nagyobbat rendeljen, úgyhogy ezért választottam az S-es méretet belőle. Hát még nem próbáltam fel, ti már látjátok itt a felpróbálós felvételeknél, remélem, hogy jó lesz rám, de hát hogyha nem, akkor természetesen az ASOS-hoz is egyébként ingyenes a visszaküldés, csak az annyiban bonyolultabb, hogy el kell menni a postára, tehát nem jön ki ugye futár érte. És hát akkor ennyi lett volna már ez a ruha haul, remélem, hogy tetszett nektek, és tudtatok esetleg kicsit inspirálódni, mivel ugye itt vannak régebbi darabok is, azért nem biztos, hogy mindent megtaláltok az adott webshopban. Az ASOS-nál szerintem egyébként ott biztos, a többinél nem tudom. Amit tudok, azt be fogok linkelni, ha nem felejtem áll az infoboxba, és ne haragudjatok egyébként, hogyha esetleg elfelejteném, de mostanában rengeteget dolgozom, úgyhogy megint egy kicsit szűkült a YouTube-ra való időm, de nagyon-nagyon igyekszem, de ha elfelejteném, kérlek, ne haragudjatok. És hát akkor ennyi lett volna már ez a videó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, illetve kövessetek Instán is, mert ott is nagyon nagy terveim vannak idénre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, a legközelebbiben találkozunk, addig is nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, sziasztok!